Üdvözlök mindenkit, én Ulisszesszón vagyok, és itt vagyok a következő Bedvászos videóval Legendary MC-n. És ez egy eléggé különleges videó lesz, mert ilyet még soha nem csináltam, hogy egy meglévő, már rég felvett, vagy hát nem rég felvett, hanem a mostanában felvett Bedvársz arénára fogok alábeszélni, úgymond. Régebben még volt olyan eset, amikor eldagolt a hangsáva a videónak, vagyis hát nem vettem fel a hangsávát, és gondoltam alábeszélek, hogy akkor úgy tűnik majd, hogy nem is vezet el a hangsáv, és akkor úgy alábeszélek, hogy tökéletesen ilyen minden, mindenhová, és észre se vegyétek, hogy nem is vette fel a hangot a videóra. De aztán elvetettem az ötletet, meg gondoltam, hogy ez egy undorító dolog, és úristen, ez nagyon nem lenne jó. Viszont most ez a kommentár videó még attól is eltér, mivel ez már tényleg egy olyan videó lesz, amiben alábeszélek, ezt ti is tudjátok, és a jelenetek pedig mennek alatta. Tehát igazából az ilyen videókkal információt fogok nektek átadni, meg beszélni fogok, meg akinek tetszik, az nézheti nyugodtan. De igazából nem is tér el olyan sokkal egy sima Bedvászos videótól. Szóval az első dolog, amiről szeretnék beszélni, az nem más, mint az, hogy készül a következő montázsom, ami nem 10.000-es, nem 6.000-es montázs, nem is 7.000-es, ez most nem lesz feliratkozó számhoz kötve, ez csak úgy jönni fog. És azt meg kell említsem, hogy ez a montázs, ez teljesen más stílusban készül el, mint az 5K subos montázs, ami egyébként szerintem még mindig jobb lesz, mint ez, viszont hát ez is egy montázs lesz, kicsit rosszabb jelenetekkel, mivel az a gond, hogy mostanában sok az onlis, egyre több az onlis, amivel nincs is gond, mert népszerűségem nő, onlis száma nő, hát ez mindig is így volt, de igen, emiatt egy kicsit lassabban halad a dolog, dekempelnek középre, folyamatosan ránk jönnek, ki se tudunk menni, stb. És emiatt nem tudok olyan jó jeleneteket szerezni, amik illenének a montázsba, de haladok. Az a lényeg, hogy haladok, és egyszer kész lesz ez a montázs is, már egészen összeállt, úgyhogy hamarosan itt van. És egyébként pont ezért, mivel akadályozzák a munkámat, ezért így ilyen kommentár videók alá mostantól ilyen onlis leverős arénákat teszek be, mert miért ne? Úgyhogy hát igen, emberek, ők az onlisok, akiket láthattok itt az arénában. Itt tényleg ilyen kommentár videókban teljesen illik alá az ehhez hasonló videó. Hogyha már montázsban nem teszem be, ahogy kiütöm őket, akkor legalább ilyen videóba megérdemlik, hogy tudjon róla az LMC társadalma. Társadalma. Na mindegy. Úgyhogy igen, az a lényeg, hogy készül a montázs, kicsit más stílusban, de ezt majd láthatjátok. Kicsit olyan visszaemlékező is lesz, kicsit olyan modern is, meg olyan nagyon-nagyon két irányba fog elhúzni, majd meglátjátok, kettő külön zene lesz benne, úgyhogy szerintem jó lesz. Aztán a második téma, amiről szeretnék szólni pár szót, az az, hogy hamarosan lesz nekem fogszabályzóm. Hát most gondoltam, ezt elmondom nektek, mert követtek engem, nézzétek a csatornámat, meg Facecamben is látható lesz majd. Úgyhogy tényleg gondoltam, jó, hogyha tudtok róla, és megválaszolom a miért kérdést is, hogy miért lesz ez. Azért, mert bizonyos méharapásom van, hát miért ne, szépen sorban leszek majd a fogaim, úgyhogy ennek mindenki örülhet majd, és ezt ki kell most nekem is bírnom, meg nektek is bírnotok. Úgyhogy majd nem tudom, hogy fogok tudni beszélni nektek, biztos, hogy kicsit más lesz, de hát majd holnap után megtudjuk, mert holnap lesz felrakva a készülék, úgy valameddig, már szerintem majdnem az egész fönt lesz, és utána, majd biztos felvezetek közvetlen utána egy videót, hogy tudok az elején beszélni, kíváncsi vagyok rá még én is, milyen lesz, viszont ezt még nélküle veszem föl, egyértelmű. Aztán azt tisztázni szeretném, hogy intro zene, amit szoktam mostanában használni, ez a bizonyos Na szóval ez nem más, mint az MC Mental at his best nevű muzika. Úgyhogy
Ezt nagyon sokan kérdeztétek tényleg, és tetszik is nektek ez a zene. Akinek tényleg ennyire bejön, az nézze meg a vicces pillanatok montás Legendary MC-ből, mert annak az első jelenetéhez annyira odaillett, hogy azt mindenkinek meg kell nézni. Ez egy nagyon jó montás lehet, csak nem lett akkora a népszerűsége, de azt is nézzétek meg, mert tényleg azon még máig is nevetek. Ott lesz a linkje a leírásban is. Na de akkor áttérnék így a tervezett utolsó témámra, méghozzá arra, hogy miért nincs live. Hát igen, most itt az OBS-en fölvenni tud, mert azt is eredeti laggosan, LMC-n bírja, azért ott még jó. Viszont live-olni egyáltalán nem tud, és ezt láthattátok is az utóbbi live-omban, amit aztán le kellett törölnem sajnos, mert tényleg eszméletlen rossz lett, és le is állítottam nagyon hamar. Tényleg elnézést kérek érte, szórakozottam vele, most előttetek fél órát, de akkor se lett volna jobb, mert nem értek hozzá, tehát értitek. Aztán nem tudom, valami problémája van a Windows 10-el a programnak, majd lehet, hogy egy idő után meg fogom tudni oldani, ezt meglátjuk, viszont egyenlőre videókat készített nektek, illetve majd a montázs is jön. Egyébként, hogyha tetszik ez a kommentár stílus, vagy nem tudom minek nevezzem, kommentár videó, akkor mindenképpen dobjatok rá egy lájkot, és mondjátok el azért a véleményeteket róla a kommentben. Meg hogyha tetszik itt, ahogy rizsálok, közben meg mennek ott alatta az onlis leverős jelenetek. Hát igen. Úgyhogy itt, ahogy megszerkeztem alatta, most nem tudom, hogy fogom megszerkeszteni, mert még nincs kész ez alatt a szöveg alatt lévő rész. Viszont szeretném úgy megszerkeszteni, hogy ilyen ölések legyenek, meg ilyenek pedig. Tehát, hogy milyen, mint egy montázs, ez is mint egy montázs, szerintem egy olyan videó lesz, vagy lett, mert ti már készen látjátok. De így a videó végén elmondtam, hogy mit tervezek alá tenni, úgyhogy így szépen próbálom megvágni a képet is, meg a hangot is, és ez így egészen jól fog majd mutatni, remélem. És hogyha nektek is tetszett, akkor tényleg dobjatok egy lájkot, illetve iratkozzatok fel, köszönöm szépen, és akkor irány a 6000 feliratkozó. Én meg szeretném köszönni nektek a figyelmet, úgyhogy sziasztok!